Szentpéterről érkeztem közébe. Sok szép ajándékot kipáltam idáig. Hát énekeljetek nekem valami szépet. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen énekeltetek nekem. Ezért szeretném kiosztani nektek a sok szép ajándékot. Először jöjjenek hozzám a kis első osztályosok. Úgy hallottam, már nagyon sok betűt ismertek. Szépen tudtok olvasni, írni. Hát amiért ilyen sokat és szépet tudtok már, azért virgácsot most nem tettem a csomagba. De jövőre aztán, hogyha probléma lesz, amikor hallgatózok az ablak alatt, akkor aztán nem lesz a hosszú szárú virgács. Arancsoljatok! Szállj! Féljetek leszünk! De aranyosak vagytok! Várjatok, hogy ide gyerekek!
szorgalmasnak, nagyon szorgalmas diákok hagytak ki az iskolában. Sok papírt gyűjtöttetek, nagyon sok minden közös munkára segítették az iskolát. Ezért fogadjátok szeretettel tőlem ezt a kis ajándékot. És ti ügyes, szorgalmas gyerekek vagytok. Hát én ennek nagyon örülök, és fogadjátok szeretettel ezt a kis szélapó ajándékot. Jönnek már a nagy hetedik osztályos gyerekek, gyertek ide hozzá, hadd ismerjelek meg benneteket. Ha csak ilyen kevesen vagytok, egy igazi kis család. Tanuljatok jól, segítsetek egymásnak, mint egy igazi kis baráttal, közösség. Fogadjátok fel. Nyolcadikas nagy gyerekek, gyertek ide hozzá! Hát ti már nagyon-nagyon vagytok, ti jövőre már mentek tovább tanulni. Igyekezzetek nagyon sok tudást magatokban húzni. Igyekezzetek tanulni. Fogadjátok szeretettel ezt a kis szülőt. Kérdezni. Minden iskolás kisgyerek megkapta az ajándékát. Akkor jó, örülök neki. Most a Vései Pedagógus Szakszervezet télapó ajándékait szeretném átadni nektek. Mondanám a neveket, és akinek olvasom a nevét, az jöjjön ki hozzám, legyen szíves. Bausz Virág lesz az első. Jaj, de szép kislánynő! Hiányzik. Hiányzik a virág. Az. Vörös Dorina. Vörös Balázs. Ú, de nagy fiú vagy már. Te elviszed a Dorináét is, igaz? Adjad oda neki szépen, szívesen. Vörös Krisztián. Tessék, Krisztián, szívesen. Németh Zoltán. Németh Zoltán. Németh Zoltán. Jó kis fiú voltál? Hol van? És te jó kisfiú voltál? Tessék a... Simon Evelin és Patri, gyertek ide hozzá! Jaj,
nekem valamit. Na hát a tillapú bácsinak. Álljatok föl és énekeljetek a tillapú bácsinak, jó? Te is. Jó. Hulla! Tessék várni, mert még csak éppen köszöntöttük a délapot, most először a kicsit megakadják. Jó Mikulás, kedves bácsi, tessék hozzánk besétálni. Tessék, hozta Isten, sok jó gyerek akad itten, cukra elfogy egy perc alatt, a virgácsa mind megmarad. Készítsd a kezedet, hogy kopogtatom, itt kopogtatom. És mondjuk el a Mikulás című versünket is. Mikulás! Tudod-e azt, kisfajtás, ha jön a jó Mikulás, gyorsan kézbe a kefé, keféljük a cipőcskét. Kis cipőcske fényes már, jó Mikulás téged vár. Tégy bele sok minden jó, piros almát mosolygót. Úgy lesz, kisfajtás, mondja a jó Mikulás. Reggelre a cipőcske, ajándékkal van tele. Most még énekeljük el a télapóidban, jó? Figyelj! Rajta! Télapóidban, hó a suhája, ég a cipője. Thank you.
mondjuk a hegyen földön, és akkor már biztos nagyon várjátok az ajándékot. Hegyen földön, sarkany és Sándor bácsi. Hegyen földön, lélapó, lassan lépke, télapó. Összakállát mérezek, messzi földről érkezek. Kamos botja imbolyog, Ábrahám, kicsikák! Vigyázz, kicsi vagy, mert láttam az ablakon, hogy már cumi nélkül alszol. A foglalkozásokon egy kicsit vigyázzál, légy. Nézd, hogy mit élek, Robácsát. Bakos Martin. Örök mozgó kisfiú vagy, az óvónéninknek ne beszélj vissza, a társírat ne zavard a játékokban. Bausz virág. Láttam, hogy sokkal szószfogadóbb lettél, kislán lettél. Szépen tudod a verseket, ügyessel rajzolsz. Bertók Berti, Bertók Viktor, Német Mihály. Mi három jó barátok vagytok, de hallottam ám, hogy nagyon hangosak vagytok a játékidő alatt. Ha azután is ilyen dolgosak lesztek, legközelebb csak vízlátot hozok ajándékba. Jó. Köszönjétek meg a Télapó bácsinak a szép csomagot, nagyon ügyes vagy. Hát a virgács, hello! Ricsi! Na, Bertika, te is. Ügyes voltál. Dréher, Marietta, Veszkozdia, Szépharbaras. Gyertek! Láttam, hogy mindig együtt játszotok, nagyon szeretitek egymást. Szépen tudtok énekelni, rajzolni. Tessék, itt van az ajándék, amit hoztam nektek. Köszönjétek meg ezt. Kun Janika. Gyere, János! Úgy hallottam, jól ismer az autókat, már ügyes kisfiú vagy, a társaiddal is szépen játszott. Kicsit önállóban öltözködj a testnevelés foglalkozáskor, akkor még jobban fogna szeretni az óvónéni. Pap Eszter. Kapsz egy nagyon szép csomagot, Attila? Még keveset jártál óvodába. Még nem nagyon ismerlek, szépen játszasz már, de néha egy kicsit durcáskod. Tessék itt a csomagot. Köszönöm a csomagot. Köszönöm szépen. Takács Zsanett. Láttam az ablakon, hogy ügyesen tornázol, szépen rajzolsz, énekelsz. Csak néha bántol a gyerekeket, pedig ez csúnya dolog. Többet ez nem fordul elő, ugye? Tessék az ajándékot. Köszönöm. Simon Evelyn. Gyere, Évika. Gyere. Tilapó bácsi szeret téged is. Nagyon szép csomagot kapsz. Gyere. De miért csirdogálsz az óvodában? Hiszen úgy tudom, téged is nagyon szeretnek az óvónéni. Nem szabad csirdogálni, ha nem sírsz többet, akkor neked is adok egy csomagot. Ígérnek, hogy nem sírsz. Nem bizony. Nagyon ügyes vagy. Walter William. Nagyon aranyos kislány vagy, mindig megvigasztod a szomorú gyereket. Ügyesen tornázol, öltözköd. De már nagyon régen láttalak az óvodában. Hol jártál? Hol voltam? Mi nem jött ki, hogy van, mondd el a kutakobácsom. Doktor bácsinál. Beteg voltam. Beteg voltál? Igen, megfázol. Köszönöm szépen. Borsós Katalin. Gyere, Katalin. De most jöttél óvodába, de úgy hallottam, szeretsz verekedni. Pedig nem szabad ám, mert akkor nem fognak szeretni a gyereket. Jó kislány leszel? Igen. Akkor adok neked egy ajándékot. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Biztos, hogy jó lesz az utánokat. Most a nagy csoportosok következnek. A ti csoportotokban általában nagy a zaj a lárva. Különösen az étkezési halak. Mondjátok meg, ki a leghangosabb, a lágrendetlenebb. Na, ki a leghangosabb? Mondjátok meg, hát. Hát akkor biztos nem jól hallott a Télapó bácsi. Hát lehet, hogy pont nem akkor jött el rá, amikor éppen zajontak. Azért, hogy nem tudja. Ugye, ugye, én is úgy tudtam át. De kíváncsi voltam, hogy ti is úgy gondoljátok, úgy halljátok el, mint én. Hát azért én nektek is hoztam csomagot, hangoskodtak is, de ígérjétek meg, hogy ezután halkabban beszéltek. Az étkezések alatt. Most megígéritek? Igen! Akkor most a szólítanak bátékát, jöjjön ki az a csomagjáért, aki a nevét hallja. Dömötör Judit, Bujás Márki, Tóth Brigitta. Ti nagyon rendes kislányok vagytok, Márki, te akkor is csendes vagy, ha válaszolni kell az omonémi kérdéseire. Mert te figyelsz, mindig játszani szeretnél. Brigi, már meggyógyultál? Biztos hiányoztak már a gyerekek, ugye? Mondd meg te, mit felett itt az óvodában csinálni? Mondjátok még, mit szerettek játszani, babázni, mi? Brigi. Festeni, énekelni, mit szeretsz, Brigi? Táncolni, mit szoktál? Babázni. Egy kicsit legyél bátrabb, ügyesen számolsz, és most már nem is sírsz rengelente. Jucika, neked nagyon kell ügyeskedned, már lassan eszel, lassan oldod meg a feladatokat is. Iskolás leszel az ősszel, és ha nem igyekszel, lemaradsz a társaiddal. Mindig szép a küzurát, falkancsendrán jártol, ezért ne dücsél le. Tessék a csomagot. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy a fogadásod. Gazdik Nóra, Sárta Zsófi, Gőbörös Üret, Balogh László. Mórika, sokat ügyesettél, szépen színesen rajzolt, jól számolt, bátor kislány vagy, te vagy a csoportban a tudósító. Mindig bejelentek, kit látsz az ablakon keresztül, ki érkezik, ki távozik. Ne kukucskál mindig kifelé, jó? Sárta Zsófika, bátorodtál, ügyesettél. Már de még mindig félsz, ha új feladatot kaptok. Nem kell félni, mert a szükséges segít neked az óvónéni, Dajka néni. Meggyógyultál, Zsófika? Igen. Ott Pátikének is a csomagodból? Igen. Gőbörösire, Balogh Lacika. Ti vagytok a csoportban a főrendezők. Nélkületek szinte semmi sem történhet. Mindig ügyködtök, kórnyáskedtek. A sor elején ki szokott állni. Na, ki a Balogh. Na mondd meg, Laci, de és az Ivet, igaz? Ivet, ki szokott vigyorogni ebéd alatt? Bombajban. A Balogh. No, hát, Laci, és még sok más bolcságot is ismerek. De nem akarom mint elmondani, légy udvarias a lányokkal szemben, és ne tök butaságon a fejed. Szépen tudtok énekelni, pontosan tapsolni, az Ivet rajzai a legszebbek. Tessék a csomagotok! Köszönjétek, köszönöm. Meg hangosan, bizony! Jövőre, aki már az iskolában tartott. Molnár Magdi, Vida Tamara, Tóth Karolina. Magdika, sokszor beteg vagy, egyél többet, mert elősöngöttek. Mire iskolát teszel, beszélj hangosabban a foglalkozásokon, mert igen balszaú vagy. Játékidő alatt szépen kitartóan játszol, király játszol szívesen. Tamarával. Vida Tamara, Tóth Karolina. Ti vagytok a Letyepátya, Júli néni, Kati néni, velem áll a szállat. Tóth Karolina foglalkozásokon, igen, bátor vagy. Jól megoldod a feladatokat. Szépen rajzol, a szállat is ilyen jó, Tamara. Te is szépen rajzolsz, de foglalkozáskor figyelmetlen vagy, és néha azt sem tudod, miről van szó. Figyelj jobban, tessék a csomagodok. Szabó Tomi, Gombai Balázs, Kulai Zsolt, Német Zolika. Mind ügyes fiúk vagytok. Néha nagy hangulat, de hamar megoldjátok a feladatokat. Tomi, Zoli, pontosabbak és önállóbbak, Balázska. Neked néha segíteni kell. Legyél bátrabb,
próbáld meg újra a feladatok megoldását, és meglátod sikerülni, sokkal szebben rajzolni, mint tavaly, úgy tudom, valamiért még haragszik rá a domolni. Nos, tudod miért? Na Balázs, miért szoktam haragudni? Honvai Balázs. Na mondd meg, Zsolti. Mert vidok. Bizony azért, hogy nem tudja a Balázs. Hogy mindjárt. Jó? Ne vigyorolj mindig, mert elkapja tőled a Balázs visszamény. Zolika, ti nagyon hangosan beszélsz, vedd halkabban a bókonat, úgyis meghallják ám. Jól rajzolsz, pontosan számolsz. Kitartó vagy a munkában. Tomi, csúd meg nekem, melyik istenet teszik a csoportból? Na melyik teszik, súd meg a pillanatban. A Molnárban. Nem. Mondjátok meg a... Tomi, ügyes fiú vagy a foglalkozásban, mert az, hogy nem szeretsz, ugye? Zsolti, te néha vereked, a kezelet is ökölbe szorítod. Visszabeszélsz a Zóó néninek, ez igazán nem érdik hozzád. Jól fiú lép. Szeretsz énekelni, ügyes napos vagy, tessék a csomagot. Szakon Jani. Köszönjétek, megmegyek a helyet. Jó. Szabla János. Gyere. Szöcsi. Váldi Szabi. Zsobrák Lati. Itten. Gyere. Janika, szeretnél jelni a Zomiban? De nem akarsz rajzolni, énekelni sem. Miért nem rajzol? Mert nem szeret. Most már szépen köszönsz. Jártam, de foglalkozásokban figyelni és dolgozni kell együtt fajtársaiddal. Fuchs Lipsi, Vázi Szabi. Két csendes fiú, akiket alig kell fegyelmezni. Ügyes csak is. Kicsikének kell még segíteni a feladatok megoldásában. De Szabinak már nem. Minket a jó tornáztat, megérdemlik meg ti is a csomagot. Köszönjük. Zsobrák Katika. Áminát. Helyes sokat váltottál, ügyesebb, fontosabb lettél, de hangoskodni is szeret, meg puskázni, lövöldözni. Szívesen rajzolsz, figyelj a foglalkozásokon is, tessék a csomagot. Gyerekek, mindenki megkapta a csomagját? Igen! Van egy pici óvodás is, vagy leállni óvodás. Nézd, te is kaptál csomagot. Köszönjük szépen. Köszönjük. Gyerekek, mindenki megkapta a csomagját? Igen! Örültök neki? Igen! Most én már lassan búcsúzom tőletek, mert még sok-sok óvodás gyerek vár rám. Ha jók lesznek, jövőre újra eljövök hozzátok. Legyetek jó, játszatok sokat, kellemes ünnepeket kívánok nektek, és sok-sok ajándékot. Szervusztok, gyerekek! Sok-sok ajándékot! Jó, még akarnak énekelni a gyerekeket. Meg a krampuszka is, de hát mindegyikből. Csipás.
Egyforma, Balázska. Köszönöm. Egyforma, hogy megy. Hát olyan jó vastag az eszik. Köszönöm. Köszönöm. Márkot pedig átévesztett Antilás bácsi, már neked egy igen van a rendszer volna. Zsolti kapott? Az kapott. Mit nevetünk? Szeretnénk, ha jövőre is eljönnek lilapunk hozzánk, igaz? Igen. Köszönjük szépen, viszontlátás! Amen. Yeah.